Hát sziasztok srácok, üdv újra mindenkinek itt a csatornán. Hát az előző részben beszéltem nektek a svéd körutazásunkról, arról, hogy milyen árakkal találkoztunk Svédországban, és most arról fogok nektek beszélni, hogy milyen árakkal találkoztunk, amikor Norvégiába voltunk. Ebbe beleértem az üzleteket és a szállásoknak az árait. Holt szezonban. Kis emlékeztető, hogy a norvég videóinkat megtaláljátok itt a YouTube csatornán, itt lesz a kártya, kattintsatok rá és nézzétek meg. Na és akkor kezdjük a bolti árakkal a sort, illetve azzal, hogy milyen áruházakkal találkoztunk. Először is, amivel nem találkoztunk, az a Lidl és az Aldi. Ez azért furcsa, mert szinte ők már mindenhol jelen vannak, hát itt mégsem találkoztunk vele, mégpedig azért, mert 2004-ben Norvégiában megnyitották az első Lidl-t, és mivel kormányrendeletben korlátozzák az élelmiszerimportot, ezért nagyon veszteséges volt az üzlet, és kénytelenek voltak bezárni. Mert ugye tudni kell azt is ehhez, hogy Norvégia Svédországgal ellentétben nem uniós tagállam. Szóval Norvégiában megtalálható a Kiwi, 7-Eleven, Coop és a Rema. Ezek ott a nagyobb élelmiszerláncok. És hát talán mi a Remában találkoztunk a legjobb árakkal. Tehát oda mentünk viszonylag a legsűrűbben vásárolni. És hát ismét leszögezném, ahogy az előző videóban is megtettem, hogy ezek az árak változhatnak. Jelenleg egy norvég korona, az 39 forint középárfolyamon. Kezdjük itt is a paradicsomokkal a sort, fél kiló sherry paradicsom 1400 forint, 1 kiló fokhagyma 800, 1 kiló gyömbér 2700, 2 darab citrom 600, 330 gram avokádó pedig éppen akcióban volt, így 1000 forintba került. 1 kiló grapefruit 2700 forint, hagyma 400 per kiló, a burgonya 600 per kiló, és itt is voltak a boltokban különböző kenőcsök, amiket ők szeretnek így a szendvicsükre rákenni. Itt mindenféle tonhal, lazackrém, meg ilyenek. Ezek ilyen 1400 forintos áron voltak kaphatóak. Olivabogyó 800-tól 1200 forintig, tojás 1150-től 1750-ig. A legdrágább természetesen ez a szabad tartású tyúkoknak a tojása volt. A tejnek az ára az 600 forinttól 1500 forintig terjedt, és hát természetesen önállók is ugyanúgy, ahogy Svédországban megtalálható ez a hatalmas nagy édességfal, ahol kedvedre válogathatsz a különböző finomságok közül. Ha jól tudom, önállók nincs megszabva így napra pontosan, hogy melyik napon fogyaszthatnak édességet, úgyhogy őnekik szuper az élet. Lehetett kapni kimérten, 3100 forint volt per kiló, ez a kimért édesség. És akkor nézzük az alkoholárakat. Hát az alkoholok azok nagyon drágák voltak, de ugye az üzletekben itt csak söröket lehet kapni, illetve borokat, amik nem érik el, ha jól tudom, az 5%-ot. Doboza 1500 forint volt, a külföldről behozott, az picit drágább, 1700-tól 1900 forintig, és hát észrevettük, hogy ők nagyon szeretik ezeket az ízesített söröket, mindenféle ízesítésű, mit tudom én, mangó, meg ilyenek. Ez nem a Radler, ez ne tévesszen senkit meg, ez nem az. Ezekben mindenféle ilyen különböző, még gyümölcs ízesítéseket tesznek bele. És a legtöbbet úgy láttuk, hogy Hawaii-ról hozzák. Aztán csoki, hát ez a nagy tábla csoki, ez 1500 forinttól volt, az 1 literes kóla, az 1000 forint volt, de persze vannak ennél jóval olcsóbb üdítő italok is. A másfél liter víz, a legolcsóbb, az került 480 forintba, az 5 literes nagy kanna, az pedig 1000 forintba. Kávék. Az illi kávé, ami ugye azért mindenhol elég drága szokott lenni. A 250 g illi kávé 4300 forintba került, a többi az pedig ugyanígy a 250 g-os kiszerelés 1900 forinttól volt megvásárolható.
A legolcsóbb gyors fagyasztott pizza az 1000 forint volt, a Dr. Oetker pedig, ugye szintén a jobb minőségű, az 1800 forint volt. Aztán rengeteg fajta szalámi volt, és hát elmondhatjuk, hogy a legtöbb az 1500 forinttól 2500 forintig vásárolható meg. 100 gram. Vaj általában nem sok volt az üzletekben, hát ezeket nagyon kellett keresni, és hogyha meg is találtad, akkor az borzasztó drága volt. 1500 és 2000 forint körül mozogtak a vajárak. Ezzel szemben rengeteg margarin volt, ami 900 forinttól már kapható volt. Aztán jött a kenyér. Fél kiló kenyér az 1400 forint volt. A legolcsóbb, a legdrágább pedig 2500. Szóval a bevásárlás az nem mondható éppen a legolcsóbbnak itt a norvégoknál, úgyhogy fel kell kötni a gatyót. De hát ott teljesen mások az életkörülmények is, úgyhogy ezt is figyelembe kell vennünk, hogyha oda megyünk. Na de akkor mi az, ami jön náluk olcsóbb, mint itthon? Hát igazából semmi olyat nem látunk, ami kifejezetten olcsóbb lenne. Viszont kapható norvég lazac 100 gram már 1000 forinttól, illetve fél kiló sajt már 1800 forinttól. Szóval mi ilyen árakkal találkoztunk az áruházakban, és ez gondolom nem lepett meg senkit. Szerintem ti is pont ilyen árakra számítottatok. Na és akkor most, hogy tisztában vagyunk az áruházi árakkal, nézzük meg azt, hogy holt szezonban mennyibe kerülnek itt a szállások. 50 eurótól kezdődnek az árak az olyan szállásoknál, ami saját fürdőszobával rendelkezik. A maximum, amit mi kifizettünk, az 70 euró per éj volt. És arra mindig nagyon figyeltünk, hogy véletlenül se olyan helyet foglaljunk, ahol külön van a fürdőszoba, mert náluk rengeteg olyan hely van, főleg éjszakon. Egyik nap másfél órával többet kellett utaznunk egy olyan szálláshoz, ahol saját fürdőszobánk lehetett. Mi azért ezeket a helyeket sokkal jobban szeretjük. Nagy vonalakban tehát akkor ennyit a norvégokról, illetve az áraikról. Hogyha kérdésetek van, akkor nyugodtan írjatok ide a komment szekcióba. Kövessetek minket, lájkoljatok, hogyha tetszett a videó. Iratkozzatok fel, és jövő héten találkozunk. Addig is jók legyetek, sziasztok!